A belvárosi színházban a hétvégén mutatták be a Cover Show című musicalt. Ronald Reagan Margaret Thatcherrel táncol, miközben Andy Warhol önazonos próbál lenni, és Vivian Westwood a királynőt piszkálja. A diszkó korszak zeneileg nagyon vegyesen ítélődik meg. Van, aki szereti, van, aki nem. Vagy kifejezetten utálja, megengedem magamnak. Éppen ezért nem akartunk egyértelműen ebben az irányban elmenni. Nagyon sokféle zenestílust hozunk föl. A hangszerelés az az, ami a diszkó korszakra emlékeztet minket, és nagyon érdekes visszaságot okoz a színpadon. Ismert elemeket használunk, és ebbe a diszkó hangszerelésben nagyon furcsa színpadképeket, izgalmas színpadképeket ad. Ez egy film. És nagyon bízom benne, hogy a néző is azt fogja benne látni. Nem akartam a filmes eszközöket fölvinni a színpadra. Nem erőszakoltam meg a színpadat azzal, hogy filmes technikát vittem rá. Szeretném hinni, hogy megtaláltam azt a aranyutat a kettő között, ahol a színpad eszközeivel és a film eszközeivel egy nagyon furcsa térben tudok dolgozni. Iszonyú sok jelenettel dolgozunk. Nagyon sűrűek a jelenetváltások, pereg a történet. Éppen ezért vetítési felületeket szórtam el a térben, amelyeket vetítünk képrészletekkel, apró információkkal, városnevekkel. A néző információkat kap, töredékképeket kap, amiből azonnal egy képi világ keletkezik benne, és már is tudja, hogy hol járunk, és már is tud figyelni a történetre. Ezért nem szükséges egy bonyolult jelenetváltáshoz, egy bonyolult díszletváltás. Ezt szerettem volna áthozni Magyarországra, hogy nem feladni kell, ezzel a történettel azt akartam elmesélni, hogy lehet tovább lépni, és mindig egyel előrébb kell nézni. Ennyi ajánlat fért mai műsorunkba. Búcsúzom önöktől, kultúrára fel, viszontlátásra, egy hét múlva.